8 óra van ez a híradó, az EMEDJEN, kontra György vagyok, jó reggelt kívánok! Ma kezdődik az oktatási és egészségügyi intézmények dolgozóinak tesztelése. A részvétel önkéntes, de mindenkit arra kérnek, hogy ilyen a lehetőséggel. Az egészségügyi dolgozók egymáson is el tudják végezni a mintavételt, ezért hozzájuk csak a gyors teszteket viszik ki. Az oktatási és nevelési intézményekbe viszont szűrő csapatok érkeznek. Akinek pozitív lesz az eredménye, értesítenie kell a házi orvosát, és karanténba kell vonulnia. Az országos tisztifőorvos azt reméli, hogy a tesztelés hozzájárul majd a járvány terjedésének lassulásához. Továbbra is elérhető az ingyenes influenza elleni oltóanyag minden magyar állampolgár számára. Ezt közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A felnőttek részére biztosított oltóanyag három negyedét már beadták. 13 megyében most is elég az oltóanyag, ahol pedig még szükséges, ott pótolják a hiányzó mennyiséget. A szülőket arra kérik, hogy november végéig jelezzék a házi orvosuknál, ha három éven aluli gyermeküket szeretnék beoltatni az influenza ellen. A hét eleje óta 1100 katona segíti összesen 93 kórházban a járvány elleni védekezést. A katonák a kórházakban nem egészségügyi szolgálatot látnak el, hanem az intézmények működésében vesznek részt. Erről Benkő Tibor honvédelmi miniszter beszélt a Kossuth rádióban. A katonák a kiárási korlátozás bevezetése óta az utcákon is ott vannak, a rendőrökkel közösen járőröznek és betartatják a járvány miatt meghozott szabályokat. A tárcavezető hozzátette, hogy a Katonák alapfelszerelésének része a fegyver, ezért nem kell megijedni attól, hogy így, tehát fegyverrel járőröznek az utcán. Őrszolgálatban, járőr feladatban a katonának fegyverrel kell ellátni a feladatát. És ez teljesen természetes, hiszen ők a közrend, a közbiztonság fenntartásáért is felelnek. Nincs joga magának, a katonának önállóan a polgári személlyel szemben intézkedni. Nincs joga őt helyszíni bírságban és nincs joga feljelentést tenni ellene. De a rendőrnek mellette igen. Tehát ez a járőr tevékenység a közbiztonságnak az erősítését, annak hatékonyságát szolgálja. Karácsonyig érvényben marad a legtöbb járványügyi korlátozás Lengyelországban. Mateusz Maravijecki miniszterelnök azt mondta, a vendéglátóhelyek, valamint a kulturális és a sportlétesítmények december 27-ig biztosan zárva tartanak, és az iskolák sem nyitnak ki újra a téli szünet előtt. Marad az online oktatás. Bár csütörtökön minden eddiginél magasabb volt a napi fertőzöttek száma Lengyelországban, a kormány úgy döntött, újra nyitja a bevásárlóközpontokat. Az indoklás szerint munka helyek százezreit őrizhetik meg ezzel. Romániában meghaladta a tízezret a járvány halálos áldozatainak a száma. Továbbra is hatalmas nyomás nehezedik az egészségügyre. Több megyében is megteltek a kórházak, ezért elkezdődött a betegek átszállítása a kevésbé fertőzött területekre. Települések tucatjait helyezték karanténba, és nincs kizárva, hogy a fővárosra is ez vár. Horvátországban újabb szigorítások léptek életbe, jelentősen korlátozzák a különböző rendezvényeken temetésen esküvön résztvevők létszámát. Este 10 óráig tarthatnak nyitva a vendéglátóhelyek, az éjszakai szórakozóhelyeknek pedig be kell zárniuk. A horvát fővárosban szintén mától négy fázisban tesztelik a lakosságot. Először a krónikus betegeket és a mozgásképtelen időseket szűrik saját otthonukba. A szomszédos Szlovéniában alig egy hónap alatt megsokszorozódott a fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma. Emiatt a kormány egy héttel meghosszabbította a járvány megállítását szolgáló intézkedéseket. Maradt tehát az éjszakai kiárási és a napközbeni lakhelyelhagyási tilalom. Az országban egyébként ma megkezdődik az egészségügyi dolgozók rendszeres és kötelező koronavírus tesztelése. A tervek szerint december elején a lakosság önkéntes tömeges antigén szűrése is megkezdődik. Két hét múlva újabb országos tesztelés lesz Szlovákiában, jelentette be Igor Matovics miniszterelnök, aki utalt arra is, hogy aki a következő szűrővizsgálaton nem vesz részt, annak karanténba kell vonulnia. A szlovák kormányfő szerint a múlt hét végi önkéntes tesztelésen annyira alacsony volt a részvétel, hogy ahogy fogalmazott, az egész egy nagy pénzkidobás volt. A szlovák kormány ezért várhatóan visszatér a korábbi szabályokhoz, és a negatív tesztel nem rendelkezőknek karantént ír elő. Újra hazudott az index, ezt közölte a kormányzati tájékoztatási központ. Na azt írták, Korábban a veszélyhelyzetről hazudtak, most a tiszti főorvost támadták hazugsággal. Az index szerkesztősége az érintettek megkérdezése előtt ferdített és csúsztatott. Hozzáteszik a portál, félinformációkat jelentetett meg, azt sugalva, hogy megkérdőjelezhető az országos tiszti főorvos szakmai hozzáértése. A cikkben szereplő működési nyilvántartással azonban nem szükséges rendelkezniük a tiszti főorvosoknak. A kormányzati tájékoztatási központ szerint elkeserítő látni, hogy az országunkat is sújtó rendkívüli helyzetben egyesek azon fáradoznak, hogy hibát találjanak a járványügyi védekezésben, és indulatokat gerjesztve alássák az emberek bizalmát. Ez tipikusan egy rossz hiszemű politikai motivációjú támadás hiszen itt is arról van szó, hogy a járvány elleni vetett társadalmi bizalmat akarják rombolni, és azt a látszatot akarják kelteni, hogy a járvány elleni védekezésnek a fő vezetője, aki minden nap kommunikál a járványnak az aktuális eseményeiről, szakmailag nem hiteles, tehát ezt a képet, ezt a benyomást akarják sugalni, ennek nagyon káros, nagyon rossz hatásai vannak. A járványhelyzet miatt mától ingyenesen lehet parkolni éjszakánként a fizetős p plusz helyeken, parkolóházakban és garázsokban, valamint a nem zárt felszíni parkolókban. Az állami tulajdonú cégek közterületi parkolói is bárki számára ingyenesek lesznek. Az intézkedés este 7 és reggel 7 óra között érvényes. Emellett a kormány azt kérte az önkormányzatoktól, hogy a saját parkolóikat is tegyék ingyenessé. Két hét maradt a romániai parlamenti választásig. Nincsenek könnyű helyzetben a pártok. Járványhelyzetben Vesztegzer és korlátozó intézkedések közepette kell kampányolniuk. A romániai magyar pártok idén közösen futnak neki a megmérettetésnek. Pászkán Zsolt románia szakértő az m azt mondta, a romániai magyar pártoknak azon kell dolgozniuk, hogy a magyar közösség minden hangja és irányultsága megjelenjen a magyar képviseletben. Úgy a parlamentiben, mint a helyben. Azt tudatosítania kell mindenkinek, hogy nincs elvesztett szavazat. Tehát a Kárpátokon túli szavazatok is számítanak, sőt a külföldön beadott szavazatok is számítanak. Ez utóbbiból több van, mint az előbbiből. Tehát ilyen szempontból mindenkinek, aki úgy érzi, hogy a magyar közösség fontos, és a magyar közösség jogkövetelései fontosak, mindenkinek félre kell tennie el a az esetleges egyik vagy másik szervezettel szembeni a verzióit, és a magyar listára kellene szavazni. Tűz ki ma hajnalban a főváros 15. kerületében. A Pázmány Péter utca egyik családi házában és a hozzátartozó melléképületben csaptak fel a lángok. A tűzoltók nagy létszámban vonultak ki az oltáshoz. A tüzet körülhatárolták, annak tovább terjedését megakadályozták. Jelenleg utómunkálatokat végeznek a tűzoltóegységek, megbontják a tetőt és megszüntetik az izzást. Az épületből három embert menekítettek ki, két felnőttet és egy gyereket. Őket a mentők látták el. a tűz keletkezésének okát még vizsgálják. Napelemes webkamerákat helyeztek el a Tatai Öreg tónál, így több tízezer vadudat lehet megfigyelni az állatok megzavarása nélkül. Na, a madarak több ezer kilométer tesznek meg azért, hogy itt vészeljék át a telet. Az ilyenkor szokásos nagy rendezvények idén elmaradtak, de a természetvédők így is szeretnék felhívni a figyelmet a különleges látványosságra. Három évvel ezelőtt indítottuk ezt a projektünket, akkor még a tópartra helyeztük, vagy hát a tóparthoz közel helyeztük ki a speciális webkameránkat. Most ezt be fogjuk helyezni a tómeder közepébe, hogy minél közelebbi felvételekkel tudjunk kedveskedni az elmaradt rendezvény, tehát a helyszíni rendezvény okán az érdeklődőknek. Már több mint 16 millió forint gyűlt össze a közmédia Jónak lenni jó kampányában. A felajánlásokat folyamatosan várják a 13616-os számon. Egy hívás vagy SMS 500 forinttal segíti az autizmussal élő gyerekeket nevelő családokat. És folyamatosan érkeznek a felajánlások sportolóktól is, akik egy-egy emléktárgyat bocsátanak a műsor rendelkezésére. Ezeket meg is lehet majd vásárolni. Idén a kedvezményezett az Együtt az Autistákért Alapítvány.